Sziasztok, kellemes vasárnap délutánt kívánunk nektek! Elérkezett a legújabb Mátra magazin. Ami nem is lesz olyan új, mert hogy kiválasztottuk a mi saját kedvenc adásunkat, amivel szeretnénk feldobni a vasárnap délutánatokat. Visszarepülünk egy picit a tavasz elejére méghozzá. Kisnánára fogunk elkalandozni, ahol valóban egy igen kalandos túrára vezettél minket, lesz benne mászás, az biztos. És hát utána megnézzük a kisnánai várat. Nekem az nagyon tetszett. Igen, ez fantasztikus érdekességeket, legendákat és meséket hallgattunk, valamint Nagy Zoltán egy helyi különlegességet fog főzni a kedves vendégével. Te tudod, hogy mi az a vajaja? Hát mivel megnéztem az adást, így tudom, de... De lehet, aki esetleg olyan, nem, aki nem látta, az mindenképpen tartson velünk. A Mátra keleti vonulatának lábánál fekvő kisnána nem szenved hiányt sem történelmi, sem természeti értékekből. A gyönyörű Katlanban elhelyezkedő település elsősorban a környék egyik legépebben megmaradt lovagváráról ismert, de környékbeli látogatásunk során csodás természeti kincseket tár elénk az Ördögvájú patak szurdokvölgye, a messzelátó hegy és a Macskavár, vagy éppen a szomszédos egyedülálló Verpeléti várhegy is. Vár ránk Kisnána! Ma hova hoztál engem? Ma két különleges helyszínt fogunk megnézni, mert hogy Kisnána környékén vagyunk. Az egyik a Kisnánától pár kilométerre lévő Verpeléti várhegy, még igazából nem is Verpeléti. A másik helyszín pedig Kisnána szomszédságában a Macskavár lesz. Mind a kettő gyönyörű kilátóhely, és szerencsére mászni kell. Hurrá, sejtettem! Hát akkor másszunk. Nem lesznek hosszú túrák, és mindegyik helyszín autóval is megközelíthető, úgyhogy akár kisebb gyerekekkel, vagy idősebbek számára is könnyen elérhető, de gyönyörű célpontok lesznek. Lesznek legendák, virágok? Első körben tavaszi virágok, történeti érdekességek is vannak, és hát már innen is látjuk, hogy milyen gyönyörű a panoráma. Fent a csúcsról viszont egészen a Kékesig el fogunk látni. Én már itt láttam vadárvácskát, és lesz fönt hérics és kökörcsin is. A Verpeléti várhegy maga egy védett természeti érték, én úgy tudom, hogy helyi védelem alatt van. Nagyon különleges a növény és az élővilága. Úgyhogy aki tavasszal egy szép vadvirágos túrát szeretne tervezni, akkor ebbe a tematikába is beilleszteti. Hasonló útban volt részünk Gyöngyöspatán. Hát és még lesz is, ne aggódj! Jaj, de jó, köszi. Megérkeztünk? Hát mondhatni azt, hogy a csúcsra meg. Ez azt jelenti, hogy nem. Hát mert még itt a vulkáni kürtő körül tezni fogunk egy kört, de a legszebb panoráma szerintem minden a nyugati oldalról van. Mit ismersz fel? Az ott a Sárhegy. Így van, tehát majdnem, hogy egészen Gyöngyösig ellátni, ugye Abasári oldalra látunk mi most rá, de a túloldalon már ott van Gyöngyös. Integethetsz a rezidenciádnak. Oké, okay, hello. Ott van Kékestető. Így van, ugye az ország legmagasabb pontja, nagyon szépen látszik a hidas gerinc, illetve a Kékeslapos, itt pedig ugye Kisnána domoszlótól kúszik be a hosszú hegy, egészen a... Keleti Mátráig? Keleti Mátráig, így van. Itt pedig lent a völgyben Tarna, Szent Mária, Kőkút, Puszta és Sirok, de a túloldalon egészen a Bükk fensíkig ellátni, Bélkő, Örkő, Peskő, Tarkő, háromkő vonulatok nagyon szépen látszanak. És a Bükk után pedig fordulunk keletre és délre. Gyönyörűen a hegygerinc mögött bár nem látszik, de Demjén? Bernapul Demjén, így van, a gyógyvizek völgye. Itt Verpelét, Feldebrő, Aldebrő, Vécs és a Mátrai a további települései, szintén karnyújtásnyira pár kilométer Kisnána. És azt is látjuk szépen, hogy hol süt a nap és hol esik az eső. Menjünk tovább? Megyünk tovább, leereszkedünk a vulkáni kürtőbe. Oké. Okay. Oda néz. Hova? Lila az egész hegyoldal.
Verpeléti Várhegy egyik különlegessége, hogy a túra elején említettem, hogy ilyenkor egy kökörcsű mezővé válik. Egy védett növényről beszélünk. Lejjebb már nem megyünk. Nem véletlenül van itt a korlát is, mert ez egy üzemi terület volt, tehát itt kőbányászat is folyt. Ugye nagyon jó alapanyagot ad ez a hegy, miocén vulkáni korból származó kürtő, ami igazából nem csak itt a Mátra vidéken, de Magyarországon is egyedülállónak mondható. Nagyon sokszor beszélünk a Mátra esetében arról, hogy andezit vulkáni tevékenységekből származó hegység, de igazából így a vulkáni működések múltját, mint itt a Verpeléti Várhegyen, ami egyébként Tarna-Szentmáriához tartozik, nem igazán láthatjuk. Úgyhogy itt szerintem, aki a Mátrába érkezik, annak egy látogatást, főleg ilyenkor tavasszal ezzel a gyönyörű vadvirággal mindenféleképpen megér. Valóban gyönyörű, és olyan jó itt látni a lepkéket, a különböző bogarakat, hogy tényleg itt a tavasz a virágok mellett. Na lejjebb már nem megyünk, följebb még megyünk? Itt már nem, megyünk át Kisnánára, ahol megmutatom a Macskavárat. Kíváncsian várom. Nem volt neked elég verpeléten a hegymenetből? Nem, mert hogyha Kisnánán forog az adásunk, akkor Kisnánának az egyik különlegességét meg kell mutatnom. Itt vagyunk a Macskavár gerincének oldalában. Akasz! És hogyha egy picit megállsz szusszanni és végignézel, akkor itt kőből rakott teraszokat látsz, úgyhogy ez emberi tevékenység nyomaira utal. És valószínűleg, hogy ezeket a köveket nem tegnap, meg nem tegnap előtt rakták ide. Hanem tegnap előtt. Még attól is jóval régebben. Úgyhogy itt hosszú évszázadokkal ezelőtti emberi nyomokra utalnak ezek a kis teraszok. Föntről meg majd meglátjuk, hogy miért is van ez. Akkor még följebb megyünk. Igen, még csak most kezdődik a kalandosabb jó, része. Jó, de jó, Norbi! Na, szuper! Az ördögi katvaj. Az. Na, gyere, mindjárt ott vagyunk, gyere! Mindig ezt mondod! Nem baj, annál könnyebb, annál hamarabb vagyunk, hogy gyere! Egyetlen egy az biztos a mai túra után. Olyan jót fogok aludni, mint még soha. Ilyenkor büszke vagy magadra, hogy ilyen helyekre hozol minket? Büszke, hát. Büszke vagyok, mert eddig se a nyakadat nem törtett ki, se a bokád nem ment ki, se tértficamot nem kaptál, se gerincsérved nem lett. És ez mind nekem köszönhető. Mert a szakmai felmérésem, a felkészültségem, a rálátásom az mind-mind hozzávezet ahhoz, hogy ezek így egyben, harmóniában klappoljanak. Igazából maga a macska vár, amit Macskavárnak neveznek, az egy nagyon picikét a gerincen tovább haladva, még nyugat felé lenne elérhető. És miért Macskavár? Mert azt mondják, hogy itt valószínűleg, hogy vadmacskák közkedvelt élőhelye volt egykor biztosan. Itt látod a Kisnána település központjában nyugvó várat, váromot. Oda megyünk? Oda megyünk. Akkor így. Lizák Ilonával, Lizi nénivel fogok majd ma főzni. Lekváros derejét készítünk, túró és lekvár keveréke lesz a töltelék, és túróval lesz meghintve. A másik levelet pedig úgy készítjük el, hogy krumplé a töltelék, túróval keverve, és zselmemarzsával és vajajával. Na hát az ez egész, a vajaja, ez engem érdekel nagyon majd. Az egésznek a lényeg, a vajaja az egy ilyen finom, picit sós ízt ad neki. Uh-huh. A tej föl le van pirítva hosszú ideig, és ez, hát Kisnánán ez hagyomány, hogy ezt szoktuk tenni a nudlira és a derejére. A lisztet már beletettük a tálba, került bele egy pici só. Igen, 2 darab tojást teszünk bele.
és ehhez teszünk egy pici vizet. És ebből egy olyan nyújtható tésztát készítünk. Lágyabb tésztára van szükségünk ahhoz, hogy könnyen bírjunk vele bánni. Most ezt összegyúrjuk. 2 cipór el fogjuk osztani. Kell pihentetni? Igen, és addig pihen, ameddig a tölteléket elkészítjük. Visszatérve a vaj aljához, igen. Tehát akkor mondhatni azt, hogy kisnánai érdekesség, hagyomány ez a vaj alja? Igen, igen. Régi nagyanyámtól, a nagyanyámtól vettem át, tőle tanultam. Vajat kell melegíteni. Igen. Abba beletenni a tejfölt. Igen. És akkor azt lesütni. És akkor azt lesütni hosszú ideig, folyamatos kavarás mellett. Tehát akkor a szilvalekváros töltelék, szilvalekvár megy bele. Jön bele a túró. Körülbelül 30 dekány a lekvár, és körülbelül olyan 8-10 dekányi túró. Megvan a krumplis töltelék, és igazából ez egy főtt burgonya. Kóstoljuk meg. Kóstoljuk meg. Főtt burgonya. Áttörve. Picit sóval. És túróval. Azt szokták mondani, hogy nem szabad elmosni a nyújtófát, deszkát, csak szépen le kell sikálni, igaz igen, ez? Igen, igen. Mert akkor beveheti a száraz fa a vizet. Aha. Először a krumplisat készítjük el. Közben már feltettük a vizet, hogy forjon, mert ezt rögtön ki is fogjuk főzni. Köszönjük szépen, hogy megismerhettük azt, hogy itt Kisnánán milyen is a igazi dereje, meg hát ez a vaj alja, szerintem ez egy kuriózum és egy különlegesség, úgyhogy én biztos, hogy ki fogom próbálni, remélem, hogy önök is ezt fogják tenni. Édesen, sósan, mindenhogy lehet enni a derejét. Így van. A túró is egy picit olyan sósabb. Igen. És maga a lekvárnak van egy savanykás íze, és ez így a kettő, hogy keveredik. Én nekem lehet, hogy nem is kell rá porcukor, de mindjárt megnézzük így, hogy porcukor. Hogyha porcukorral édesebb, hogy úgy a jobb, vagy pedig csak porcukor nélkül? Nekem porcukorra. A túra után meg is érkeztünk a nevezetesség helyszínére, és amíg Nagy Zoli itt főz egyébként a sátorba, addig mi körbejárjuk a kisnánai várat. És az egyik legizgalmasabb mátrai legenda vár ránk, de azt majd megtudjuk Andrástól, hogy mi is az pontosan. Csabai András, köszönjük szépen, sziasztok. Hogy fogadtál minket. Szia. Isten hozott benneteket a kisnánai várban. Mindenki megütközik rajta, hogy mit keres egy vár len a faluban. Tehát vár akkor magas hegytető. Hát nem. Ez a vár nem várnak készült. Ez egy uradalmi központ volt, csak aztán meggazdagodtak, bárói rangot kaptak a tulajdonosai, idehordták a vagyonukat, kiépítettek maguknak egy középkori lovagvárat, és egyszer csak itt állt egy vár az 1400-as évek közepétől kezdve. Megérkeztünk a külső várba,
tulajdonképpen egy falszorosban vagyunk. Tehát úgy képzeljétek el, hogy ha az ellenség ide be tudna törni mondjuk a kapunát, akkor még mindig nem érkezett sehová, mert ott a belső várfala, ott a külső várfala, megrakva a várvédőkkel, akik mindenféle vendégszerető szerszámokat dobálnak rájuk. Bármikor kanyarodni kell ennek a bizonyos betörő ellenségnek, mindig jobbra kell kanyarodnia. Ez is a védelmet szolgálja, ugyanis általában az emberek jobbkezesek. A lépcsőtoronyban is mindig jobbra kell kanyarodni. Még ott is. Erre is gondoltak akkor. Bizony. A vár mostani kinézete mennyire hasonlít az eredeti kinézetéhez? A végső állapot, tehát a lerombolása, a török általi ostromlása és a későbbi lerombolása előtti utolsó alaprajz kontúrjait adja meg. Az 1960-as évekbeli feltárásokkor kellett azért visszaépíteni falakat. Feltárásokkor még vaskori leleteket is találtak a régészek, tehát jóval a magyarok bejövetele előtt is ez a terület lakott lehetett. Nem tudni, hogy pontosan milyen népek éltek itt, az viszont bizonyosnak látszik, hogy a magyarok bejövetelekor itt a Mátraalja vidéke a Kabarok törzséből származó Aba nemzetség tulajdonába került. Először megépült egy anzsukori udvarház, aztán később palota épült a vár domb északi részén, megépült a keleti palota is, és gyakorlatilag úgy az 1400-as évek vége felé már egy kész, kifejlett középkori lovagvárat láthattunk itt. 1543-ban Báli Budai Pasa megostromolta a várat, elfoglalta, az akkori várkapitányt Csulai Móré Lászlót a Jedikulába hurcolták Törökországba, vele találkozhattunk az egri csillagokban. Megérkeztünk a várkápolna gótikus stílusú tornyához, meg is invitállak benneteket magába a kápolnába. Ez a belső kör, ahol vagyunk, ez az eredeti Árpád-kori rotundának, egy körtemplomnak az alaprajza, és itt, a szentélyben, ez a kiskör jelenti a hajdani rotundának a szentélyét. Itt a szentély közepén egy kriptát találhatunk, a kompoltiak temetkeztek ide, és látunk rajta egy olyan sírkövet, amit nyilván megpróbáltak rekonstruálni a régészek, viszont találunk itt egy eredeti sírkövet az 1400-as évek első feléből. Tehát közel 600 éves követ látunk itt, és ez a kő ékes bizonyítéka annak, hogy a kompoltiak valóban a sárkányos lovagrend tagjai voltak. A sárkányos lovagrendnek volt egy címere, egy sárkány, ami gyűrűvé, körré gömbölyödött, a hasa alatt a farkát előre hozta a nyakához, rátekeredett a nyakára, és azt jelképezte, hogy a lovagnak előbb önmagát kell testi és lelki gyakorlatok által legyőznie, hogy aztán majd győzelmet arathasson az ellenségei fölött. Pár hónapja Abasáron forgattunk a monostor romjainál, és hasonló mintázatú sírkövek, akkor összefüggésben van. Így van, így van, egy családról beszélünk. Kisnánán is egészen biztosan sok régi háznak az alapjában megtalálhatóak olyan kövek, amik a várból származnak. Én abban bízom, hogy ha valaki mondjuk idős parasztházat vesz meg, esetleg elbontja és ilyet talál, akkor ha az illető szól a Vármúzeumnak, akkor esetleg ezek a kövek visszakerülhetnek. Megörökíthetik saját nevüket is azzal, hogyha odaírják, hogy ezt XY szolgáltatta vissza a várnak. A kompoltiak gazdagságát többek között olyan apró, megbúvó részletek is jól mutatják, mint a kápolna tornyának a legfelső ablakában látható úgynevezett mérműves faragás. Ez egy olyan gyönyörű faragvány, amit biztos, hogy egy egyszerű falusi mesterember nem készített el. Jó pénzért megfizetett hírneves kőfaragómester lehetett. Ideértünk egy újabb fordulóhoz, ahol természetesen mi, a támadók, jobb kézzel hadakozva nagyon bénán próbálunk betörni a várba. Ezt a három sírkövet a vár területén találták.
amelyik el van törve, azt ráadásul egy ilyen emésztő vagy szemetes gödörben összetörve, látszik, hogy emberábrázolás van rajta. Hadd mutassam be nektek ezt a vörös márvány oroszlános domborművet, ami a leírás szerint egy epitáfium, ami azt jelenti, hogy sírmelléklet. A legenda szerint az 1467-es esztendőben Kompolti báró meghívására Kisnámán járt vadászni a magyarok nagy királya Hunyadi Mátyás. Amikor felszedelőzködött a vadászcsapat, Kompolti báró meglepetve vette észre, hogy az ő egyik hadnagya, az őrség fiatal hadnagya nincs ott a lovas csapatban. Az igaz, hogy ő itthon maradt betegen. Na de hát kötelességtudat hevíti a szívét. Ezért a déli órákban elfogyasztván egy meszely bort, lóra kapott, hogy körül lovagoljon, megnézze, hogy minden rendben van-e a birtokon a királylátogatás ideje alatt. És mit látott? Kompolti báró erdejében egy külországi gazember holmi talján egy sosem látott fenevadat holmi oroszlánt vadásztatott. Ő ezt azonnal megtiltotta a gazfickónak, de a gazember ráúszította az oroszlánt. Az oroszlán agyon csapta a lovát, szőröstül, bőröstül felfalta, hogy csak a patája maradt meg. Közben Mátyás király nézegette azt a nyomorult oroszlánt, jobbról is, balról is, és neki nem állt össze valahogy ez a vád. Mátyás végre föltette a nagy kérdést, hogy na Kompolti báró, hogy jön igazság az oroszlán szájából? Akkor ő már teljes lelki nyugalommal kérte a királyt, hogy felség, fáradj utánam, hozd a serlegedet, tartsd az oroszlán szájánál lévő lyuk alá. Kompolti báró jelzésére a szolgák az oroszlán mögül egy titkos kőfülkéből a lyukon át, ami az oroszlán szájánál van, jóféle nánai öreghegyi óbort csurgattak a király kejhébe. A király megízlelte, a bort nagyon finomnak találta, de még jobban tetszett neki ez az elmés megoldás, mert ott a latin mondás, hogy in vino veritas, borban az igazság. Ha valaki bedugja az ujját az oroszlán szájába, és kérdeznek tőle valamit, és hazudni merészelne, a legenda szerint az oroszlán meg fogja harapni. Az alvósárkány kútjánál vagyunk. Egy barlangban állítólag akkor még élt egy ősvilág béli sárkány. A sárkány leszállt a hegyről, lement a kútba, összegömbölyödött és 1000 éves álomra hajtotta a fejét. Az 1000 évből már ugye durván 500 év eltelt. Amikor ez a sárkány álmában ásít, ha valaki akkor hajol a kút fölé és a sárkány leheletét belélegzi, annak garantáltan szerencséje lesz. Na de honnan tudjuk, mikor ásít, hiszen nem látunk le a kút mélyére. Na erre azt a praktikát alkalmazzuk, hogy egy értéktelenebb pénzdarabot behullatunk a kútba, hallgatózunk, és hogyha csörrenést hallunk, akkor sajnos a sárkány háta pikkelyén koppant a pénz, akkor annyi történt, hogy egy értéktelenebb pénzdarabot elvesztettünk. Ám de ha nem halljuk a koppanást, akkor biztos, hogy a sárkány ásító kitátott szájába hullott a pénz. Akkor gyorsan egy mély lélegzet a kútból, és garantáltan várhatjuk a szerencsénket. Na, te megörökíted? Én ezt meg. Akkor dobom. Hát ez csörrent. Biztos? Hallottál valamit? Talán. Azért vegyünk egy mély lélegzetet, jó? Jó. És menjünk, várjuk a szerencsénket a vártoronyban, gyertek! Szeretném, hogyha kipróbálnál egy középkori fenyítőeszközt. Előbb a kezedet kérem. Senki nem mussza meg, aki ide jön büntetés nélkül. Majd a fejedet. Így. Most maradj már egy picit, el kell szaladnom a kardomért. Megérkeztünk a vár tornyába, aki azt szokta hiányolni, hogy miért nem kell egy magas hegyre fölmenni, annak itt a válasz, utána megmászhatja a vár tornyot. Köszönjük, hogy elkalauzoltál. Akkor visszavárunk benneteket. Aki itt jár Kisnánán, kereshet téged bátran. Bármikor.
Adásunk végére pedig nem maradt más, mint hogy megismertessük veletek a következő hetek programjait itt a Mátrában. Már érdemes holnap is készülni, ugyanis május 1-én mi más lehetne a program, mint majálisok, lesz Gyöngyösön és Mátrafüreden, de a Mátra alján és a Mátrán túl is természetesen. Jövő hétvégén pedig május 6-án a Mátra Biker Sport Club szervezésében Nagyrédére lehet elkerekezni Tekerj a zöldbe program címmel, amelynek célállomása a nagyrédei Kecskefarm lesz. Május 7-én Madarak és Fák napja a Mátra Múzeumban, várják a családokat madárlessel és természetvédelemmel kapcsolatos játékokkal. Május 12-től pedig 3 napon át a Mátrai Boroké és a sztár fellépőké a főszerep, a Gyöngyösi Főtéren megkezdődik a Mátrai Bornapok. És hát amint tudjátok, mostantól 2 hetente vasárnap délutánonként láthatjátok a Mátra magazint. Olyan szintű változás is lesz, hogy innentől kezdődően meghívott vendégekkel fogok túrázni itt a Mátrában, akiket akár ti is ismerhettek, viszont olyan helyszínekre kalauzolom el őket, amelyeket talán ők nem ismernek, és ennek következtében egy különleges képernyőn keresztül tekinthettek majd rá a Mátra érdekességeire. Természetesen Nagy Zoli főzni is fog, és hát ellátogatunk a Mátra csodálatos vidékére, ahol szállásokat, nevezetességeket fogunk bemutatni, úgyhogy 2 hét múlva találkozunk. Szép hétvégét nektek, sziasztok! Sziasztok!